Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai második bejelentkezésünk alkalmával. Élő, természetesen élő bejelentkezés. Győri Kristóf és Hetyési Zsolt. Mi vagyunk azok. Most úgy döntöttünk, hogy megyünk egy olyan kört, ahol bemutatjuk az ilyen csodaszép külföldi masínát. Mi már beszéltünk Kristóffal a tulajjal, és Kristóf egy kicsit expertebb angolul, mint én, majd én is néha bele-bele büfögök. De Kristóf, én odaadom neked a mikrofont. Nagyon kedves. És szerintem átjössz majd erre a felére, Gábor, jó? Odaadom a mikrofont, és ide hívom Kenetet, mit szólsz? Fantasztikus gondolat, azt kell, hogy mondjam, kedves Zsolt. Mert hogy Keneték egyébként ott pihegnek most az árnyékban, már ment egy pár kört Kenet Konc, akit másodperceken belül mikrofon végre fogunk kapni. Hi, Kenet. Hi. Nice, nice to meet you. So, the first question, which is easy. Why? Why did you do that? Because I can. No. That's easy. I want to build something special, what was not before in the drift world, and I think I have done it. Definitely. And how do you enjoy it? And after that, we're gonna go into this special things like Zsolt knows everything, and he gonna ask you about how do you enjoy this car? I absolutely enjoy this car because this is something different. This is not the normal way, not the short wheelbase. I love that car. I drive the car as a daily for over 9 years, and it must be a Panamera. Yeah. So, hát nem tudom, most el akarod esetleg a magyar hangot prezentálni? Igen, most én leszek Kristóf magyar hangja. Tehát ez most ilyen nagyon érdekes és rendhagyó kis interjú lesz. Ami a legfontosabb és nagyon-nagyon kiemelném, hogy ugye általában a tengelytáv nagyon számít a driftben, és tudomása szerint, vagy tudomásunk szerint a leghosszabb tengelytávú driftautó az övé a világon, 117 inch hosszú. Ezt én mindjárt gyorsan kiszámolom nektek, hogy egészen pontosan mekkora, de elképesztően hosszú a tengelytáv. Egy átlagos tengelytáv egy driftautónál olyan 107, 105 és 109 inch között szokott lenni, az már nem számít rövidnek. Vannak ilyen 101 inches autók például, meg van 99,7 inch. Egy S13 például 99,7 inch 7 incses tengelytávval rendelkezik, ez nagyon-nagyon hosszú. Úgyhogy kérdezzél, én közben számolok, jó? Jó, mindjárt még egy kicsit gyorsan összefoglalom, hogy alapvetően nagyon-nagyon élvezi az autót, tehát ugye ezzel kezdtük, hogy miért is építette meg ezt a Panamerát, azért mert megteheti, igazából ezen kacagott egy nagyot, meg alapvetően azért mert, hogy imádja, mert hogy 9 éve ezzel közlekedik az utakon, tehát hogy neki ez egy ilyen hétköznapi autó. Tehát... Ő már nevet, mert én kiszámoltam a tengelytávot. Ez majdnem 3 méter, almost 3 meters. Érdemes is megnézni, nem? Tehát, hogy így oldalról is érdemes rákukkantani az autóra, hogy döbbenet. Egész pontosan 297,2 cm. Elképesztően sok, gyerekek. Egy átlag tengely táv ilyen 2 méter 50, 2 méter 60, a 270-es tengely táv az már sok. 3 méter! So... Yeah, so we have to get into the details. And this is your second race with the car? This is the second race with the car. I come here, I test the car one time, 2 weeks before in Nürburgring. I go directly to a competition with it and yeah, I made it. And what was the result in the Nürburgring? The result was in the qualification in the 8th place and I get out in the top 8. Top 8, yeah. It was fine because it was raining. It was really slippery and do a lot of backwards entries with it. Milánuk. I fully sent it over 130 degrees into the corner with the back. Perfect. I love the car. Tehát az, hogy imádja az autót, ugye ezt nagyon fontos tudni, illetőleg ez a második versenye most itt a Mária Pocson, a Rabócsringen először... Összesen a második versenye. Pontosabban, igen, tehát összesen, tehát az autó mióta megépült, azóta ez a második versenye. Ugye az első volt az a Nürburgringen, de azt mondta, hogy amikor oda ment, akkor ilyen tesztjelleggel ment oda, és ott a rögtön az összes nehezítő körülménybe belecsúszott, esett az eső, rossz idő volt, az autó kiválóan szerepelt, tehát mindenki csodálkozott, mikor oda ment, hogy mégis mit akar ezzel az autóval, hiszen még is tesztelt. Ő mondta, hogy ez a teszt, és ez a teszttel egészen jól is vizsgázott. Mivel menjünk tovább? Mit bátorkodjunk megkérdezni ettől az úriembertől? Szerintem menjünk bele egy picit a részletekbe. Ami még nagyon-nagyon fontos,
Nem tudom, hogy le tudjuk-e vetetni a motorháztetőt, ki tudjuk-e nyitni a motorháztetőt, mert nagyon-nagyon megjegyeznék ott valamit, amit talán pár néző velem együtt lehet, hogy észrevenne és megnézne. Can we pop up the hood? Yeah, sure. Yeah, we're gonna get some into the details. Yeah. So the opener is from the Panamera as well. Yeah. No, it's not motorsport stuff. But we can make it. This is the cool point already on the Panamera. Like the old Mercedes. Yes. Tehát ugye most itt a nyitó az pont olyan, mint egy Panamerán, illetőleg az a kis extra, amit az előbb bemutatott Kenneth, az is a Panamera egyik jellegzetessége, ami... Na, nem is a Panameráé, bocsánat, hogy elveszem a mikrofont. Hagynék arra időt a nézőknek, illetve az autóépítőknek, amit nagyon-nagyon keveset látunk, hogy szimmetrikusan van megcsinálva a két turbó. Nagyon kevesen csinálják ezt az úgynevezett reverse rotation turbót, nagyon kevesen veszik meg, és ez egy Garrett 35, tehát egy GT35 Gen 2, GTX Gen 2, ők darabjaiban tudnak 750 lóerőt kényelmesen, úgyhogy hát nem nehéz kiszámolni, low booston 950 lóerő az autó, high booston 1300, csak szólok, úgyhogy mondom, nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen veszik rá az energiát. Nem sokkal drágább alapvetően ugye egy reverse rotation turbo, csak kevesen veszik meg, és nem értem miért, pedig annyival szebb így, hogy minden szimmetrikus. Könnyebb a cooler csövezés, a kipufogó, minden sokkal könnyebb megcsinálni, és nagyon kevesen használják. Visszadom a szót. Ja, és egy LS3? Yep. Tehát ez egy LS3-as motor, egy Corvette-ből. Figyeljetek, ez... Igen, egy full kovácsolt motor, tehát fel van készítve a teljesítményre és a nyomásra. Úgyhogy gyerekek, ez teljesen rendben van. Kristóf, visszaadom, még kérdezgessél párat, ami neked érdekes. Az előbb még azt megkérdeztem Kenettől, hogy milyen váltója van. Ebben egy Camaro SS-ből egy Tremec 66-os váltó van benne, ami sima H-kapcsolású, tehát nem kell ide szekis váltó, ő szeret váltogatni klasszikus módon. A gyerekek, ennyi. És minden custom. Nyugodtan kérdezz végig, és... Köszönöm szépen. What do you enjoy the most in the car? The car himself. All together? Yeah, it's a complete build. Look, this is the special thing on that car. I just built everything how I like it. I have the seat so much to the rear that I sit completely in the middle of the turning point of the car. And already the point is you have so much. It is wide. You have space, and it of course of that long wheelbase and all the long complete car. It is so stable and so smooth in high speed drifting, and I love smoke lines. Because of that, I need the power. Tehát nagyjából már én azt kérdeztem tőle, hogy mit élvez ebben az autóban, azt mondta, hogy mindent, és akkor egy kicsit így belement a részletekbe, hogy az ülés pozíció neki mennyire tökéletes, hogy pont a fordulási pont közepén ül, tehát hogy minden olyan apró részlet, ami neki nagyon-nagyon fontos, hát azok mind tetszenek Kenetnek. How do you enjoy to be here in Mariupol? How do you like the track? I love the track. I come here, I make the track walk in the morning and I say, okay, maybe at the first round I stay a little bit. But then I sit in the car and say, hey, come on, fully send it. And I think you have seen it, that it absolutely cool work. The weather is absolutely nice. We have the best drift weather. The track is amazing. It is with the corners already on the sides a little bit higher. Cool track. I absolutely love race tracks. So yeah, cool track. Absolutely. And the layout is cool. Is it suits for the car? I can make it suit. Magabiztos. The driver. Kenneth abszolút magabiztos, tehát ugye arról beszéltünk, hogy mennyire tetszik neki a pálya. Azt mondta, hogy nagyon-nagyon tetszik neki, a reggeli trackwalkon már látta, hogy ebben minden rendben lesz, és hogy Atomra fogja majd ezt küldeni. Ezt meg is tette, ezt lehetett látni, aki kint van. Mindenki jöjjön ki, tehát ennek ez a lényege, az is mondta Kenneth, hogy gyertek ki, nézzétek meg, nagyon jó az idő, tehát hogy nagyon élvezi, hogy itt lehet, és azt mondja, hogy a pályához tényleg az autót azt hozzá tudja igazítani. De nem azon múlik, hogy az autónak fekszik, hanem hogy neki fekszik-e, és hogy együttesen a kettő az pont fekszik majd Mariupolnak. Maradt-e még bennünk kérdés? Yeah, what is your goal for the result? Only one thing. Enjoy.
No, no. You have to be first. Better that than second. Itt vannak célok, kérem tisztelettel, nem az csak, hogy élvezze a versenyzés, hanem hogy mindig elsőnek kell lenni, vagy a másodiknak. Ezt mondta most az imént, úgyhogy hát meglátjuk, nem? Zsolt, mit szólsz ehhez? Thank you. Kenneth, nice thank you. You. Thank you. Enjoy your day. Same to you. Hát itt most egy nagyon izgalmas versenyzés lesz ezek szerint, akkor ő a győzelemre megy, Zsolt. Hát figyelj, van ez így, nem rossz dolog ez egyébként. Én egész másképp állok hozzá ezekhez a dolgokhoz. Én annyira nem eredményorientált voltam sose, hanem inkább élményorientált. De menjünk is tovább, mert nekem nagyon megakadt a szemem, mint autóépítő, nagyon megakadt a szemem nagyon megakadt a szemem ott az RX-7-en, és ugye elég sokan tudják, hogy én azért autót is építek. Tehát itt ebbe az autóba olyan részletek vannak, hopp, hopp, figyeld, na most, jaj, és nem győznek a lányok elbújni, nem kell elbújni, lányok. Mutassátok csak meg magatokat, nekünk is, persze. Tehát itt van egy olasz kolléga, akit majd mindjárt te magad fogsz bemutatni. Én már megnéztem az autót, és nagyon kevés olyan dolog van, ami miatt én azért kétszer visszafordulok, és én nem nagyon szoktam fotózgatni autókat. De olyan apró részletek. Csináljuk azt, hogy én ezt először bemutatom így magyarul a srácoknak, jó Gábor? Na. Én csak annyit akarnék még hozzáfűzni, hogy nem vetített a Zsolt, valóban kétszer visszajöttünk, és valóban fotózott. Tehát ezt nem csak azért mondta, hogy itt imponáljon mindenkinek, hanem ez tényleg így történt. Na szóval, ez itt egy harmadik generációs RX-7-es Mazda, egy LS3-as 525-ös motorral, 5-sebességes diesel BMW váltó, egy viszonylag gyári hajtás van benne, hátul az előbb el is sikerült törni egy fél tengelyt. Mutatgatnék egy-két apróságot, közben itt... Na, nézd magad mögé. Nézd magad mögé. A Lada Club Hungary és Turcsik Peti. Peti is épített már pár autót. Figyelj, akkor most ezt így hárman. Szakmailag. Csak hagyok időt. Adel Wiggins, nem tudom, ismered-e az alkatrészt. Ez a repülőgép iparból jön ez az alkatrész. Lehet, hogyha ezt most levenném, akkor picsárugnának a srácok, de ezt egyébként ennyi, hogy ezt a két kis csatot így fölhúzod, szétjön, lehúzod, és kim van a cső. Bírja bármilyen nyomást, bármilyen vákumot, tehát repülőgépipar, űrhajózás, ilyenekbe használják ezt a csatlakozót. Nem kell hozzá semmi. Semmi nem kell hozzá. Amúgy nagyon patika cucc. Ami a második dolog volt, amin megragadt a szemem, az pedig az olajhűtő csatlakozója. Nagyon egyszerű megoldás, ez egy gyors csatlakozó, ezt fogod, elfordítod, leveszed, ki tudod venni az olajhűtőt, akár takarítás, bármi céljából, és nem folyik ki belőle az olaj. Egy csepp olaj se. Tehát ha azt mondjuk, egyébként ez itt egy termosztátos cucc, tehát ha azt mondjuk, hogy nem kell nekünk az olajhűtő, tik-tik, kiveszed, nincs olajhűtő, működik a motor ugyanúgy, tehát ezt menet közben le tudod venni. Annyira jó a holmi. És minden nekem az apróságokon akadtam meg, hogy a kis billett toronytartó, ugye nem tudtak gyári futóművel utánfutást adni neki, és egy nagyon gyönyörű kis billett toronytartót csináltak gyönyörű avihegesztésekkel. Tehát ez így belenézel a részletekbe, és látod, hogy ebbe van idő, van pénz, és van tudás. Nem kevés tudás. Egyébként a motor egy teljesen gyári 525-ös LS3. Igazából semmi náza nincs az autóba, ami engem borzasztóan lenyűgözött, hogy eleve egy RX, vagy egy, igen, egy RX-7-es Mazda, egy harmadik generációs RX-7-es Mazda, amiből nem nagyon találsz sokat. Egyébként, ha jól értelmeztem, a főnökétől kapta ajándékba a kasznit, és akkor úgy volt vele, hogy a többit akkor már megvette ő hozzá. Tehát mondom, engem teljesen lenyűgözött az autó is, belül, kívül, alul, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon igényes építés. Én szerintem hívjuk ide a kollégát, és akkor egy pár kérdést tegyünk fel neki. Szépen mutatkozzon be, mert az ő nevét nem jegyeztük meg. Én oda is adom neked a mikrofont, és ide hívjuk már a pilótát, egy köznyelven hívtam ide, integettem neki, hogy jöjjön ide. És az a helyzet, hogy ezt érti. Tehát egyértelműen úgy látszik a mozgásából, hogy ezt megértette. So we are still amazed by your car. It's really amazing. And we already discussed about it.
off the microphone of the video, but you have to tell us something about the car, about yourself. Please let you introduce yourself. Okay. Hello everyone, I'm Luca Fuschini. I come from Italy, and this is our it's my RX7 FC. My baby, yeah. This car is all built by me and Filippo Perini of Aero Squadra Corse, the name of our workshop, and the engine was built by Medcar from Lodi, Italy, and electronic was made by Car System Ravenna in Italy. So this is a fresh build. Just a moment. Tehát Luca Fuschiniről beszélünk, egyébként ravennai a fiatalember, ezt már korábban megtudtuk, de alapvetően ugye egy autószerelő műhelyben dolgozik, majd azt nem tudom, hogy be tudjuk-e játszani, vagy nem tudom, de hogy valamilyen szinten, élőben nem tudjuk, de hogy valami egészen komoly, egy műtő. Hát gyakorlatilag olyan így, tehát ott nincs egy piszok a földön, tehát egészen döbbenetes milyen helyen dolgozik, és az autó az ilyen különböző segítségekkel állt össze, ugye a motort is egy úriember készítette, illetve az elektronikát, ha jól értettem, akkor Lodiból, Olaszországból szintén valaki. Continue. And this is a fresh build of last year. We make all the new cage of we need. We make a new paint of the interior, the engine bay, the inside the car, the rear. We put some love in the exterior part. And but this car, the first time we built this car was for 4 or 5 years ago, and it's the same with a little more plus. Szóval az úriember ezt tavaly fejezték be ennek az építését, tehát ez az autó tavaly lett kész, ugye vadonatúj bukócső van benne, ugye alapvetően ezzel tudtak így meghaladni, már 4-5 éves egyébként a jármű, de most arra állt össze, hogy igazán. How many races did you do with this car? For when we do the fresh rebuild, we do 5 races. This is the 6th race. Race, and then all of them in Italy or in the around Europe. All in Italy. This is my first time in Europe. Yeah. Oh, great! And what was the results on these 5 events in Italy? We win the last race, the first race of Italian championship. Oh. And last year we make third because we have an issue with the rear axle at Varano. And we lost the first race at Monza because the car was not ready. Oh. Tehát akkor megnyert az első olasz bajnoki futamot, Luca. Tehát, hogy itt nem akármilyen csata lesz Kenneth Conccal. Úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy nagyjából szinte mindent megtudtunk, meg főleg az, hogy a Zsolt mindent itt szakmailag is hozzá tud tenni. Luca, congratulations for the win and good luck for today and for tomorrow. We're gonna see each other. Na tehát akkor én azt gondolom, hogy Lukával tovább menve itt én óriási csatát vélek felfedezni a Panamera és majd a RX7-es között. Szakmailag te mit tudsz ezt hozzáfűzni, kedves Zsolt? Gyertek ki és nézzétek meg őket. Mi pedig talán még jövünk még egy interjúval. Úgyhogy köszönjük az eddigi figyelmet. Gyertek vissza, nézzetek minket, meg gyertek ki és nézzetek és hallgassatok minket. Pápá!